A hagyományos sportnapot követően parasportnapot és kerekasztal beszélgetést tartottak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A Leányka úti sportcsarnokban kedden Váci Kálmán rektor helyettes kiemelt az emberi méltóság fontosságát, azt, hogy hátrányos helyzetűek és a fogyatékkal élők jövő bemutató értékeket kapjanak. Bognár József, az Egyetem Sporttudományi Intézetének igazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy a kipróbálható mozgásformák fejlesztik a képességeket, élményt adnak, támpontot adnak ahhoz, hogy teljes értékűvé váljanak az emberek. Tótné dr. Kisorosz Mária a csörgőlabdát ismertette meg a közönséggel. Elmondta, Egerben több száz vagy ezer fogyatékkal élő van, ne kevesen sportolnak. Hosszú távú elképzelésem és vágyam az, hogy nagyon jó lenne, amennyiben az oktatásba bekerülhetne a parasport edzői oktatás is, képzés is, és így a vidéki csapatok is hozzájuthatnának szakképzett edzőkhöz. Ez jelen pillanatban Magyarországon hiányzik, nagyon kevés a szakember, és motiválták kellene tenni a fogyatékossággal élő embereket az irányba, hogy sportoljanak és dinamikusabb életet éljenek. Az általános iskolások és az egyetemisták számos mozgást és sportot kipróbálhattak, így csörgőlabdázhattak, bocsászhattak, ismerkedhettek a csambarával, a vakpingponggal, illetve a dárccal, vagy éppen megtapasztalhatták, mennyire nehéz vakon közlekedni. Eszközbemutatón is részt vehettek, speciális szemüvegekkel kipróbálhatták a látássérülések fokozatait, gyengéllátók számára készült eszközökkel, játékokkal is tesztelhették tapintási képességeiket. A rekreáció szakos hallgatók is részt vettek a sportnapon, ők egyébként az előző fél évben már ismerkedhettek a parasportokkal. Kipróbáltuk az ülőröplabdát, az, ha jól tudom, a mai nap is lesz, illetve kipróbáltuk a pingpongot, ilyen vakpingpongot, az is nagyon izgalmas volt, és még igazából rengeteg ilyen sportot kipróbáltunk, ami ugye le voltunk korlátozva, a kezeink, vagy éppen a lábaink, vagy éppen a látásunk, hallásunk és egyéb érzékszervünk. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen jelenleg 120 fogyatékkal élő hallgató tanul, közülük 87-en nappali tagozaton.